BVA megkeresett minket, hogy segítsük nekik ide elektromosságot hozni. Ugyanis szerették volna vonzóbbá tenni ezt a városi parkot, de nem volt a környezetben közmű rendes áramellátás, ezért mi tudtunk egy ilyen szigetüzemű megoldást kínálni számukra, és így működnek ezek a mobiltöltők is, amiket itt található most. Ez tulajdonképpen egy napelemes burkolat, amit itt látunk. Ebben a pozícióban ez egy ilyen bútorba került integrálása itt a Városháza Parkban, ideiglenes jelleggel, de ezt hosszabb távon közterek, házak, udvarak burkolataként képzeljük el. Ez egy ilyen újrahasznosított műanyag vázon van rajta, tehát maga az a váz, ami mondjuk a térkőnél egy beton, tehát ami a beton tulajdonképpen, az itt egy újrahasznosított kompozit műanyag. Ez alatt van egy ilyen powerbank-szerű dolog, ami megtartja az energiát, nyilván mert ezt folyamatosan kapja. És mondtátok azt is, hogy ez kb. Sötétségben, amikor felhők vannak, akkor is működik. Mennyi energiát termel? Hogy kell ezt elképzelni? Egy egység 18 watt energiát termel. Ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen 12-15 négyzetméterből kijön egy háztartásnak az elektromos áramigénye. Nekem van egy kis teraszom itt Budapesten, hogyha, hát körülbelül akkora, mint ez az egész panel itt, ami itt van ezen a kis falapon. Mire lenne nekem az jó? Én tudnám a gépemet használni mondjuk vele, vagy ezt hogy kell elképzelni? Akár így van, így van. Tehát erről a 3 négyzetméterről fut itt most ez a 14 mobiltöltő, meg egy ilyen kis éjszakai látványvilágítás, és hát ez azért nem használja el a megtermelt áram teljes részét, tehát hogy ennél még azért bővebb is lehet meg a szolgáltatás. Milyen érdeklődés van a nemzetközi piac felől erre a magyar fejlesztésre? Nos, mióta elkezdtük a fejlesztését a terméknek, rengeteg megkeresést kaptunk külföldről, kezdve kelettől, nyugatig, rengeteg országból, és így sikerült végül elérnünk azt, hogy idén év májusában elkészítettük az egyik első felületünket Kazasztánban, Asztana városban. Ez a világkiállításhoz kapcsolódóan. Pontosan a világkiállításhoz kapcsolódóan készült el ez a felület. Ez egy 80 négyzetméteres felület volt, és a helyi bevásárlóközpont bejáratában készült el. Ez egy jó példa arra, hogy mekkora az érdeklődés nemzetközi szinten. Ezen kívül volt még egy svéd projektünk is, és folyamatosan keresnek meg minket külföldre. Több fejlesztés van most nálunk az asztalon a műhelyünkben. A legközelebbi fejlesztés az egy olyan, hát tulajdonképpen már működő béta állapotban van, hogy a havat és a jeget a burkolat magáról leolvasztja, tehát hogy nem szükséges mondjuk a hótakarítás vagy síkosságmentesítés, hanem ő magától a burkolat ezt magának megoldja. Dolgozunk még egy beépített burkolat, beépített világításon, tehát hogy ahol sétálsz, ott világít alattad a burkolat, és hát az érzékelésen is, hogy egy burkolat megmondja, hogy ki hol jár rajta. Az aszfaltot felváltó, okos szolárpanelekből felépített terek és utak nem csak hogy áramot termelnek, de a beépített LED izzók segítségével jelzéseket is megjeleníthetünk velük, a nyomásérzékelőknek köszönhetően pedig azonnal felvillannak, ha kilépnek elénk az útra. Hőmérsékletét is megtartja, csak úgy, mint azok az aszfaltok, amelyek alá elektronikus fűtőszálakat építenek, aminek folytán télen sem kell félnünk a csúszós utaktól. Egy fejlesztésnek köszönhetően a nedvességnek is búcsút inthetünk. Kutatók olyan lyukacsos vízelnyelő anyagot hoztak létre, amely 3331 liter folyadékot képes magába szívni, majd visszavezetni azt a talajba. Az okos autóutak fejlesztéséhez hosszú távon elengedhetetlen az 5G technológia. Ugyanis ha közlekedésünk automatizálódik, járműveinknek az úttestekkel is kommunikálniuk kell majd a közlekedési viszonyok feltérképezéséhez. Ehhez elengedhetetlen az adatgyűjtés az úttest hőmérsékletéről, nedvességéről, illetve hogy mekkora nyomásnak van kitéve. A jövőben az okosztrádák előre figyelmeztethetnek, hogy melyik sávba érdemes sorolni, hol van éppen dugó, baleset vagy útburkolatjavítás. Éjszakánként pedig fénycsövek jelezhetik az út célét a még biztonságosabb közlekedés érdekében. A gyalogos biztonság már most fejlettebb egyes helyeken. Andalúziában például felvillannak a zebra melletti LED panelek, ha egy járókerő éppen arra közelít. Míg Sydneyben járdába épített világítás jelzi a telefonjukat nyomkodó gyalogosoknak, ha szabad az út.
Szintén a járókelők biztonságáról gondoskodnak az okos fekvőrendőrök, amelyek a sebesen közlekedő autók érkezésekor felemelkednek a földről, vagy megszilárdul a bennük lévő anyag, így lassítva le a száguldozó sofőrt.